Láncfűrész hangjától hangos a Vörsi utca, a Betlehem építéséhez használják fel ennek a tujának a zöldjét az építők. Az önkéntesekből álló csapat ma kezdte meg az előkészületeket. A kisfalu lakói is tudnak arról, hogy 2 év után ismét megépítik a nagy Betlehemet. Hogy mondjam, boldogság. Nagyon örülünk neki. A tavalyi ugye sajnos elmaradt, szerettük volna, de hát ez a helyzet, ez nem tette lehetővé. Megadtam a módját. Már az elmúlt napokban megkezdték a munkálatok előkészítését, valamint a faanyagok, tuják, fenyőágak, bogyók és mohák gyűjtését a vörsiek. Ma az építés is elkezdődött. A munkálatokat a település egyik alpolgármestere, Simon György irányítja. A munkások között helyi idősek és fiatalok, valamint a betlehemi játék csapata is megtalálható. Olyanok is vannak, akik nemrég költöztek a Kis-Balaton fővárosába. Örülök annak, hogy legalább megépítettük idén újban a Nagybetelmet. Ugye tavaly az csak éppen a hagyományőrzés kisebb volt. Hát 2 napja kezdtük el építeni. Mögöttem látszik a hátfalnak a szerkezetét. Felépítettük. Utána a zöld szedés, most ez a folyamat most éppen zajlik itt. Meg lesz csinálva a háttér. Szépen felrakjuk az égősorokat, és akkor utána kezdődik a vázépítés lefele. És utána, amikor az teljesen készen van, akkor kezdődik a díszítés. A tervek szerint az elkövetkezendő 1 hétben minden nap délelőtt és délután is dolgoznak majd azok az önkéntesek, akik éppen ráérnek. 20-21 óráig is eltart a napi munka, attól függően, mennyire fáradnak el. 1948 óta hagyomány, hogy a műemléki védelem alatt álló 1720-ban épült Szent Márton templomban felállítják Európa legnagyobb templomon belüli Betlehemét. Az itt látható, hogy az emberek itt dolgoznak, szorgalmasak, a közösséget építik, ez nagyon fontos számunkra, és nem csak azok számára, akik itt vannak és segítenek építeni, vagy akár a betlehemezők számára, hanem az egész település számára. Nagyon fontos az, hogy azok az emberek, akik felajánlanak nekünk különböző tujákat, fenyőket, egyebeket, van, aki 30 évig nevelt egy ezüstfenyőt, és azt mondta, most eljött a pillanat, hogy oda adományozzuk a Betlehem számára. Ez nagyon-nagyon fontos, ez egész közösségnek. A pandémia miatt a tavaly megépített kis Betlehemet nem lehetett látogatni, idén azonban, ha korlátozásokkal is, de várják a híveket. A belépéshez szükség lesz védettségi igazolványra és szájmaszkra is. Külön be- és kijárat lesz a templomban, ezzel az úgynevezett egyirányosítással is a biztonságot szeretnék növelni.